hozzád. 50 éve jött létre az a zenei formáció, amely azóta is meghatározó a hazai könnyűzenei életben. Az Illés együttes minden dala sláger lett, minden házi buli elengedhetetlen tartozéka és fénypontja volt, és gyakran ma is az, ha felkerül egy lemezük. A Szente Vajk és Rosta Mária által megálmodott produkció egy lakásavató története, ahol a dalok nem teremtenek saját szituációt. Az előadás a négy barát, a házigazda Nagy Sándor és a vendégek Feke Pál, Serbán Attila és Vastag Tamás történeteiből állt össze. A dalok Illés dalokként hangzanak el, és ez is egy kicsit könnyíti a Levente és a János, Szörény Levent és Brodi János azt mondták a bemutató után, hogy ettől ők nagyon boldogok, hogy semmiféle politikai színezetet nem kapott, vagy valami olyan durva mély értelmet, amit ők akkor nem gondoltak bele, hanem ezek önmagában a fiatalságról szólnak, vagy arról a dinamizmusról, amiről az Illés dalok 50 évvel ezelőtt és azóta is szólnak. Az előadásban Brodi János is színpadra lép, aki meglepetés vendégként érkezik a házavatóra. Nem volt olyan nagyon nagy meglepetés számomra, mert tudtam a tervekről, de aztán a darab sikere egészen váratlanul ért, mert hát nem gondoltam volna, hogy ezek a régi dalok még ennyire képesek egy ilyen vidám zenés társas játékot keretezni és ilyen jó hangulatot árasztani. Feke Pál, a darab egyik szereplője, több mint 10 éves barátságot ápol Szörényi Leventével, ezért is örül, hogy részese lehet az előadásnak. Nagyon nagy érzés ezeket a dalokat énekelni, és e köré Szente Vajk egy remek, igazán fergeteges és jó hangulatú előadást, szövegkönyvet írt. Tulajdonképpen magunkat játsszuk az előadásban, úgyhogy nagyon szeretjük ezt a produkciót, és mindig, amikor színpadra állunk vele, akkor remélem nem csak nekünk, hanem a nézőknek is egy felejthetetlen és nagyon jókedvűen, igazán szabad estét töltünk majd el együtt. Az interaktív zenés társas játékban 20 remek illésláger hangzott el, amit a nézők a nyári házi bulikon bizonyára újra meghallgatnak majd.